A családi gazdaságoknak nagyon nagy szerepe van Magyarország élelmiszerellátásában. A megművelt területeknek a jelentős részén mintegy 50-60%-án gazdálkodnak, és a magyar mezőgazdaságban körülbelül 500 000 dolgoznak, hát 90%-uk a családi gazdasági kereteket választotta. Az élelmiszer repertoárnak nagyon jelentős részét állítják elő, és én örülök annak, hogy a FAO családi gazdaságokkal foglalkozó évének kapcsán be tudtak mutatkozni Budapesten, amikor egy konferenciát tartottunk, itt is a mai rendezvényen is részt vesznek a képviselőik. A családi gazdaságok megítélése pozitívan változott az elmúlt időszakban, ebben a FAO-nak is nagyon jelentős szerepe van, hiszen korábban sokan azt hitték, hogy ez egy ilyen megszűnő félbelévő gazdálkodási forma, de bizonyítottak a családi gazdálkodók, hiszen akár tradicionális, akár új élelmiszerekkel a élelmiszer választékot folyamatosan gazdagítják. Kézves élelmiszerek, bőélelmiszerek, organikus élelmiszerek tartoznak ebbe a körbe, és kellő segítséggel, állami és nemzetközi támogatással szerintem jelentősen előrébb tudnak lépni az elkövetkező években. Meg tudják tartani azt a meghatározó szerepet az élelmiszer kínálatban, amit hosszú időn keresztül a minőségi élelmiszer kínálatban betöltöttek. Szerintem az egészséges táplálkozásnál nagyon fontos a tudatos fogyasztói magatartás. Fölértékelődtek az egészséges élelmiszerek, egyre többen, különösen a fiatal korosztály figyel oda arra, hogy mit vásárol, mit fogyaszt, és ez azért is lényeges, mert segíti azokat a termelőket, akik akár biogazdálkodásban, akár egészséges élelmiszer termelésben a tradícióknak a követelésében minőséget produkálnak. Minőségi, egészséges élelmiszert. Magyarországon a Mintamensa program például a gyermekek részére biztosítja azt, hogy egészséges élelmiszer kerüljön az asztalokra, helyi termékek, olyanok, amelyeket nem tartósítottak, nem utasztattak, a rövid élelmiszer ellátási ráncnak a részeként állítunk elő, illetve feldolgozunk, és az arányukat szeretnénk növelni az elkövetkező években. Ezt szolgálják a kézműves élelmiszerekre vonatkozó szabályok, a piacnyitási feltételeknek az enyhítése, az, hogy minél több gazda tudja az általa előállított javakat közvetlenül a fogyasztó részére értékesíteni. Ez egy fontos része annak, hogy egészségesebben táplálkozzunk, egészségesebben éljünk.